No, tehát ez a célkitűzés, hogy ezzel a elég ijesztőnek kinéző, hát tulajdonképpen egy háromváltozó homogén hatodfokú polinom, ABC változókba, hogy elbánjuk. Ugye először is kíváncsi vagyunk, hogy hányféle tagra számítsunk, és ide már fölírtam, hogy a tagok száma az 7 lesz, mert a 6-nak az olyan partíciói, ahol a tagok száma legfőjebb 3, olyanból 7 van, írjuk csak föl, hogy mik ezek a partíciói a 6-nak. Hát nyilván jó az, hogy 6, aztán az, hogy 5-1, 4-2, 3-3, most leírtam azokat, ahol 2 tagból álló partíció, és olyan, ami 3-ból, hát az meg lehet az, hogy 3-2-1, négy, egy, egy, még talán ebbe az ABC sorrendbe azt még előbb is kellett volna írnom. 4-1-1, 3-2-1, és 2-2-2. Ezért 7. Ennek megfelelőleg, hát mondjuk kezdjük a legegyszerűbbel, ugye magatok elé tudjátok képzelni, hogy itt még 2 hasonló tag van, meg még ez, Isten neki, hogy ne zavarja senki szemét. Vannak az olyan tagok, amik annak a partíciónak felelnek meg, hogy 6, ez tehát az A a hatodikon, a B a hatodikon és a C a hatodikon. Nézzük, hogy kaphatok A a hatodikon. Hát itt 3 tényező van, de közülük az egyikben egyáltalán nincs A. Ugye, amit a B-vel meg a C-vel csinálok, úgy, mint ahogy ezt az AB-vel. Tehát ott nincs A a hatodikon. Itt van 3 összeg, abból 2 olyan, mindegyik egy kéttagú szorzat, de közülük 2 olyan, hogy van benne a BC szerepeltető homogén másodfokú polinom, abból nem kapok át. Tehát egyedül csak akkor kapok át, amikor itten veszem azt, hogy 7A négyzet, és itten veszem a 4A négyzetet, és abból is a 4A négyzetet veszem a másik olyanból, amiben még az előfordul. Tehát mikor ugye itt a BC meg a CA pár van, mikor az AB párral dolgozom, ezzel abban is van egy 4A négyzet. Tehát summa summarum egyetlen egyféleképpen kapok A a hatodikon, és annak az együtthatója 7×4×4, ami 112. Tehát már is tudom, hogy az én polinomom így fog kezdődni, és ezzel már végeztem egyik fajta tagokat. És hát ugyanezt végigcsinálja az ember 5-1-re, stb. Némelyikre bonyolult, mert többféleképpen is elő fog majd állni a szóban forgó szorzat. De hát ez mechanikus számolás és időkérdése csak, meg persze tanácsos nem elrontani. Na most, hogy írjuk föl az eredményt? Ugye, hát ez eddig még könnyű volt, de azt már egy kicsit fárasztóbb lenne fölírni, azt a 6 tagot, hogy A köb plusz B, A köbször B négyzetszer C, plusz az 5 másik ilyen. Erre vezettük be ezt a szimmetrikus jelölést, csak észnél legyünk. Amikor ezt fölírom, mint egy szimmetrikus summa, tehát summa, szim, ugye itt majd persze az lesz, hogy A a hatodikon, de mennyi lesz az együttható? Ezt most tényleg kérdezem, hogy mennyi lesz az együttható. Nem, hanem 56. Mert arról van szó, hogy ezt, mikor veszem mind a 6 permutációt, abból 2 van, ami az A6-onból A6-on csinál. A másik 2 elviszi B6-onba, és még további 2 meg C6-onba. Tehát mindegyik tagját ennek az összegnek 2-szer kapom meg ezzel a jelöléssel, tehát le kell osztani 2-vel az együtthatót, hogy a végtermék az tényleg 112 A hatodikon tartalmazza. Na, és hasonló óvatossága, persze az együttható megmarad az olyan tagokban, ahol 3 különböző kitevő van, ami nem csak ez, hanem ez is, meg ez is, mert itt mi nem veszük észre, de 3 féle kitevő van, 5, 1, 0,
4-2-0. Itt van két egyforma kitevő, hogy 6-0-0, azért le kellett osztani kettővel. Hasonlóan le kell majd osztani kettővel itt, 3-3-0 és 4-1-1. Itt pedig Nogdacu 6-tal kell leosztani, mert mind a 6 permutáció ugyanazt adja. Tehát írom, hogy mi jön ki, óvatosan vigyázva ezekre a jelölésekre. Hogy az a szimmetrikus summa, hogy 56-szor A a hatodikon, mínusz 28-szor A az ötödiken B, ugye ahogy az előbb mondtam, ez azt jelenti, hogy az ilyenféle tagoknak tényleg mínusz 28 lesz az együtthatója, mert három különböző kitevő van, 5-1-0. Aztán mínusz 128 A a negyediken B négyzet, plusz 44 A köb B köb, de ezek ugye az előbb elmondottak szerint valójában 88 együtthatókkal látszanak, ha abszolút részletesen kiírnék mindent. Plusz 95 per 2 ször A a negyediken BC. Ugye ez lett a 95-ből, mert le kellett osztani kettővel. Plusz 31 A köb B négyzet C. És végül a hetedik fajta az mínusz 45 per 2 ször A négyzet B négyzet. Ugye ezt, ha akarja valaki, tegye az egészet zárójelbe. Tehát ez a szimmetrikus összeg, és ez például, ugye ilyen tag, összesen csak egy van az eredeti polinomba, és az úgy néz ki, hogy mínusz 135 A négyzet, B négyzet, C négyzet. És azt le kellett osztanom 6-tal, hogy a 6 permutáció együtt épp a mínusz 135 A négyzet, B négyzet, C négyzetet adja. És hát a mi állításunk az, hogy ez nagyobb egyenlő, mint nulla. Na most ez nyilván mindenkinek egy alkalmas pillanat, hogy végső kétségbeesésbe zuhanjon, és úgy érezze, hogy most már minden elveszett. Szóval ezt össze kell gyűrni a papírt, és jó messzire el kell dobni. Nem addig a... Ugyanis... És most nem biztos, hogy a legjobban használtam a táblát, ezt most már letörölhetjük, ebből lett az egész, de most már ott tartunk, hogy ritka kivételként, mivel nem láttunk semmilyen más kiutat, felszoroztunk a nevezők szorzatával, alias legkisebb közös többszörösével, és oda jutottunk, hogy ezt az egyenlőtlenséget kéne belátni. Na most... Hát az ilyesmire az a reményünk van, hogy valami lineáris kombinációja lesz néhány könnyebben igazolható egyenlőtlenségnek, és direkt segítségként azért említettem a Schur egyenlőtlenséget, mert az tipikusan ilyen esetekben jó használni a Schur. Ugye a Schurba, nézzétek, ugye ez egy homogén hatodfokú polinom. Tehát nyilván a figyelmünk első lépésben arra a Schurra irányul, ami maga is homogén hatodfokú, vagyis amiben erre egyenlő 4. Írjuk föl ezzel a szimmetrikus jelöléssel, ugye, tehát az erre egyenlő 4-es Schurt fölírom, ez lesz az első, amit mindenképp beveszek a arzenálomba, amivel megpróbálom megoldani. Tehát az első az úgy néz ki, ugye, hogy A a negyediken szer A minusz B szer A minusz C plusz ciklikusan, és ezt ugyanígy érdemes kifejteni, hát ennek ugye összesen is 12 tagja van, és kifejtve azt fogom kapni, hogy szimmetrikus, takarékoskodásból mostantól csak egyenmet írom. Szimmetrikus A a hatodikon, mínusz 2A az ötödiken B, plusz A a negyediken BC, hogy ez nagyobb egyenlő, mint nulla. Ezt tudom. Ez a Schur, erre egyenlő 4-re. Jó,
Hát eddig volna. Na most mi más? Hát a súrnak még milyen hasznát vehetjük? Ugye látszik, hogy nagy errekre a súr, ugye háromféle tag van akármilyen nagy erre a súrba. A ad R plusz 2, A ad R plusz 1 szer B, és A ad R szer B szer C. Meg ezeknek a mindenféle permutációi. Én mindenképp szeretnék valamit, ahol lesz ilyen, hogy A négyzet, B négyzet, C. C négyzet. Tehát, hogy ugyanannyi a kitevője az ABC-nek. Hát ezt egy darab súr tudja, az R egyenlő 1-es súr, ami ugye azt mondja, hogy A szor A minusz B szer A minusz C, meg a többiek, hogy az nagyobb egyenlő, mint nulla. Na de hát ez homogén harmadfokú. Van benne ABC, de túl kicsi a foka. Hát hogyha én erre ácsingózom, hogy kapjak A négyzet, B négyzet, C négyzetet, akkor ezt nyilván megszorzom ABC-vel. És akkor már hatodfokú lesz, és speciálisan lesz benne olyan tag. Tehát az R egyenlő 1-es súrt megszorzom ABC-vel, és kifejtem, akkor kapom a másodikat, amiben nagyon bízom, hogy használni lehet. Az így néz ki, hogy szumma A a negyediken BC mínusz kétszer A köb B négyzet C plusz A négyzet B négyzet C négyzet. Mind a három tag az valójában 6-szor három tag összesen. Hogy ez nagyobb egyenlő, mint nulla, ezt megint tudom, mert ez a súr. Az R egyenlő 1-es súr megszorozva ABC-vel. Ugye, és ez nagyon biztató, mert gyűlnek az olyanféle tagok, mint amik itt vannak, tehát van esélyem, hogy esetleg a lineáris kombinációjuk az jó lesz. No, gondolkozzunk, tudunk-e még valami jó kis homogén hatodfokút, ami bedobhatnánk? Hát az biztos igaz, hogy A minusz B a négyzeten, szer B minusz C a négyzeten, szer C minusz A a négyzeten, hogy az nagyobb egyenlő, mint nulla. Ez is egy homogén hatodfokú. Nosza, gyorsan ezt is fölírjuk ilyen formába. Ez lesz a harmadik, ha elfér. Szumma, szimmetrikus, ide írom, hogy még a negyedik is majd elférjen. És mit kapok? Hát ugye itt például olyan tagot nem kapok, hogy A a hatodikon, se olyat, hogy A az ötödiken szer valami. A legjobb, amit kaphatok, hogyha innen is, meg innen is az A négyzetet veszem, és akkor hát vagy B négyzettel, vagy C négyzettel, vagy BC-vel szorzódik. Tehát ilyeneket fogok kapni, hogy szimmetrikus szumma. A a negyediken B négyzet, persze abban ott van például az A a negyediken C négyzet is, amikor az összes permutációt veszem. Minusz A a negyediken BC, minusz A köb B köb, plusz kétszer A köb B négyzet C, minusz A négyzet B négyzet C négyzet, hogy ez nagyobb egyenlő, mint nulla. Ez most csak ki van fejtve, az a napnál világosabb dolog. Na és még valami kellene. Azt föl se írtam, hogy miből jön, de azt hiszem, hogy tudni fogom. Vesszük azt, hogy ciklikusan A, B, A minusz B a negyedike. Ugye van még az, hogy B, C, B minusz C a negyedike. Ez is egy homogén hatodfokú, nyilván ez is nagyobb egyenlő, mint nulla. Na ezt írjuk, ez is egy szimmetrikus polinom valójában. Fölírom, ez a negyedik segédeszköz, és azt kapom, hogy szumma szimmetrikus, A az ötödiken B, mínusz 4 A a negyediken B négyzet, plusz 3 A köb B köb. És erről tudom, hogy nagyobb egyenlő, mint nulla, mert ebbe az alakjába ez nyilvánvaló.
Persze nem biztos, hogy elsőre ezeket találom meg, nyilván van még egy pár olyan, ami esélyes. Egy kicsit próbálgatni kell, majd erre még visszatérek egyébként. Hogy... jó, mi most ezzel a négyel próbálkozunk. Most először is észrevesszük, hogy hatodik hatványok csak az elsőbe szerepelnek. És én tudom, hogy végül is egy 56-os együtthatóval meg kell, hogy kapjam a hatodik hatványokat. Tehát nyilván egy jó kezdés az, hogy veszem az 56-szorosát az egyes nevű egyenlőtlenségnek. És ha itt megtalálom a papíron, ahogy a számolást csináltam, ugye akkor megkapom itt, hogy 56 A a hatodikon, megkapom azt, hogy mínusz 112 A az ötödiken B, tehát ide meg jött egy 112-es együttható, és megkapom még az A a negyediken BC-t, szintén 56-os együtthatóval. Na, erre való a színes kréta. Hát egyelőre, ami... Sárgával próbálkozom, jó? Tehát 56 megjött ide, mínusz 112 megjött ide, és 56 megjött ide. Jó, ezzel le van a gond. Most a következő, amit nézek, hogy ugye hát az A az ötödiken B-nek nem stimmel az együtthatója, de az csak a négyesben van A az ötödiken B. Tehát, hogy jóvá tegyem azt, hogy itt ez mínusz 112 van, ami ugye 84-jel kevesebb, mint aminek lenni kéne, azért 84-szer a negyediket hozzá kell adnom. Tehát plusz 84-szer a negyedik. Az már nem nyúl az A hatodikonhoz, de viszont ezt rendbe teszi, most lila teszi rendbe. Tehát ide bejön egy 84, és tényleg 84 mínusz 112, az tényleg mínusz 28. De hát bejönnek még mások, jelesül bejön még az A a negyediken B négyzetre bejön 84 x 4, az mínusz 4, 84 x mínusz 4, az mínusz 336, és bejön még 84 x 3 az A köb B köbhöz, tehát 252. Na, itt tartok. De... azt már most leszögezhetem, hogy ez stimmel már, meg ez is stimmel. Ez még nem stimmel. Na most ezt próbáljuk jóvá tenni. Ugye ez a különbség az 208-nak tűnik. Tehát 208-szor kellene vennem azt, amiben van ilyen, hogy A a negyediken B négyzet, hát a hármasba... van ilyen. Tehát veszem azt, hogy plusz 208-szor a 3-as, és akkor az lesz, hogy ide jön egy 208, ide jön egy mínusz 208, ide is jön egy mínusz 208, ide jön egy 416, és ide jön egy mínusz 208. Na most ezt azért csináltam, hogy ez jó legyen, de csodák csodájára ez is jó lett. Ugye 52 mínusz 8 az 44. Tehát ez is jó lett. Tehát már csak ezzel a három taggal van gondom. És hát erre a célra fogom használni a kettest. Ugye az pont való arra, mert abban meg van A a negyediken BC,
ezt jóvá akarom tenni, tehát eddig kaptam 56 mínusz 208-at, tehát mínusz 152-t, és ehhez valamit hozzá kéne adni, hogy 95/2 legyen, az pedig számítások szerint, most ideírom, mert az már nem látszik, meg nem is nagyon van hely, tehát 399/2-vel kellene megszorozni a kettest. Akkor kapok itt 399/2-t, és az összeadva ezzel a másik kettővel, az 95/2, legalábbis otthon még annyi volt. Aztán az a mínusz 2A köb B négyzet C, az csinál mínusz 3,99-et, tehát ide kapok egy mínusz 3,99-et, meg 4,16, hát sajnos már nincs mindig akkora szerencsék, ez nem 31, de nem jár olyan messze. És ide pedig szintén kapunk egy plusz 3,99/2. Tehát most már ez is rendben lett, ez a kettő még nem stimmel. De nézzük, hogyha azt a kettőt kifejtjük, hogy mi maradt. Ugye, mi az, ami kijött? Ez a lineáris kombináció, ez azt mondja nekem, hogy az a szimmetrikus összeg, aminek az első öt tagja pont ez, mert azokat kikevertük. Tehát idézőjelben első öt. Meg amit kaptam ebből a kettőből, tehát ha megnézitek, valójában az jött, hogy meg 17-szer A köb B négyzet C, persze szimmetrikusan permutálva. Mínusz 17/2 ször A négyzet, B négyzet, C négyzet. Azról kijött, hogy az nagyobb egyenlő, mint nulla. Hát nem trafáltunk rögtön bele, de már ez kijött. És nekem mi kéne, hogy ez az első öt, de helyette ez a kettő hozzáadva, hogy az nagyobb egyenlő, mint nulla. Hát ahhoz semmi más nem kell, mint hogy ez nagyobb egyenlő legyen, mint ez a két tagú összeg itt. Ami átrendezés után azt jelenti, hogy az kell, hogy 14-szer a szimmetrikus összege annak, hogy A négyzet, A köb, B négyzet, C, hogy az nagyobb egyenlő legyen, mint 14-szer az, hogy szumma az a szimmetrikus összeg, hogy A négyzet, B négyzet, C négyzet. Vagyis Moore-Hedges jelöléssel, megfelelő szorzások után, az kellene, hogy 3, 2, 1 az nagyobb egyenlő legyen, mint 2, 2, 2. És ez fönnáll, mert ezek abba a bevezetett rendezésbe 3 nagyobb, mint 2, 3 meg 2 nagyobb, mint 2 meg 2, és mindegyik összekap. Kész. No most, mondom ezt, amikor föladtam, akkor is tudtam, hogy nehéz, hát világos, hogy nehéz. De látjátok, hogy megfelelő apparátus, méghozzá az az apparátus, az gyakran a Schur egyenlőtlenség, segítségével a látszólag reménytelen helyzetből is kivághatjuk magunkat. De kíváncsi voltam, hogy mennyire nehéz a dolog, és írtam egy e-mailt a Kós Gézának, megírtam neki a két házi feladatot, és megkértem, hogy oldja meg őket, és írja meg, hogy mennyi idő alatt csinálta meg. És a Kós Géza nagyon rendesen válaszolt. Az első házi feladatot a szó szerint úgy csinálta, mint én. Méghozzá csodálkozva láttam, hát nem csodálkozva, hát sokat foglalkozott életében a Géza is ezzel. Úgy kezdi, hogy azt mondja, hogy nyilván hogy a nevező az a Kósi Bunyakovszki csuvalja, amit én magam is ezzel akartam kezdeni. De mondom, az szó szerint ugyanaz. Na most ez a második, elmondom lényegében az ő bizonyítását, ami majdnem ugyanez. Persze nem pont ugyanez, mert hát
sok választás van arra, hogy az ember mit kever ki. Persze először is azt írja, hogy nem látott jobb ötletet, mint hogy felszoroz a nevezők legkisebb közös többszörösével. Kiszámolja ezt, ő egy kicsit másmilyen jelölést használ rájuk. Egész pontosan megmondom, hogy ő milyen jelöléseket használ. Ezt talán itt tartom, jó? Mert összehasonlításnak. Ő a 7 szóba jövő szimmetrikus összeget nem oszt le mindig egy per n faktoriálissal. Ez az egyik lehetséges konvenció. Látjátok, hogy ennek az az ára, hogy néha fölöslegesen osztogat az ember. Ő egyszerűen a következő jelöléseket vezeti be, ahol indexel a partíciókkal. S6 alatt azt érti, hogy A a hatodikon plusz B a hatodikon plusz C a hatodikon, S5-1 alatt azt érti, hogy A az ötödiken B plusz stb. Ugye ez most egy 6-tagú összeg. Hasonló, ugye? Hát amit én fölírtam az előbb a partíciók, annak megfelelően. Ugye itt is egy 6-tagú összeg, aztán van S4-1-1, van S3-3, S3-2-1, és S2-2-2. Az S2-2-2 az egész egyszerűen egy egytagú összeg. Az csak A négyzet, B négyzet, C négyzet. Tehát ő a natúr összegeket jelöli. És azt mondja, hogy most ő próbál ismert, vagy bizonyítható egyenlőtlenségek lineáris kombinációjaként próbálja megkapni, és megmondom, hogy mi az, amit ő csinál. Hát látni fogjátok, hogy Hoffára egészen más, de lényegében tök ugyanaz, mint amit én csinálok. Először is azt mondja, hogy veszi azt, hogy 44-szer S5-1 mínusz 2 S4-2 plusz 2 S3-3, ez nagyobb egyenlő nulla, hogy miért, azt majd mindjárt elmondom. Nem tudom, ezeket is valahogy, mondjuk ezt betűkkel számozom, hogy meg tudjuk különböztetni. Aztán azt mondja, hogy veszi azt, hogy 72-szer S6 mínusz S5-1 plusz S4-1-1, ez is nagyobb egyenlő nulla, ez a B egyenlőtlenség. Aztán veszi azt, hogy 40-szer S6 mínusz S4-2 plusz 3 S2-2-2, nagyobb egyenlő, mint nulla, ez a C. D az az, hogy 23-szor S4-1-1 mínusz 3 S2-2, nagyobb egyenlő nulla, és az E az az, hogy 31-szer S3-2-1 mínusz 6 S2-2-2, nagyobb egyenlő, mint nulla. És azt mondja, hogy ha ezeket összeadja, akkor pont azt kapja. És hogy ezek miért igazak, hát ugye ezt mi már tudjuk, ránézünk, és ugye azért jön be a 6-os szorzó emiatt a 1 per n faktoriál műsor miatt, de ez valójában pontosan az a Moorehead, amit én ott fölírtam. Hogy a 3-2-1-es Moorehead az übereli a 2-2-2-es, ez meg egy másik Moorehead. 4-1-1 az nagyobb, mint 2-2-2, meg egy 2-es lemaradt. 4-1-1 az nagyobb, megelőzi a 2-2-2-t. Ő erre a kettőre azt mondja, hogy triviálisan kijön a számtani mértani középből, ami igaz is. Az a helyzet, hogy szóval a Moorehead az megint csak a fő előnye az, hogy milyen alakban van. De lecserélhető számtani mértanival gyakran. Jó, szóval ez a kettő minekünk ránézésre Moorehead, ez azért jobb, mint a számtani mértani. Ő neki nyilvánvalóan számtani mértani, csak persze be kell vezetni azokat a változókat, amire alkalmazza, mert úgy pofára nem számtani mértani. Na most mi újság van ezzel a hárommal? Hát a B az az R egyenlő 4-es súg. Szó szerint az, amit én csináltam. Most a másik kettő egy kicsit más.
A C azt ő abból kapja, egész pontosan a C az nem más, persze a 40 faktor, most felejtsük el, de az, hogy A négyzet szer A négyzet mínusz B négyzet szer A négyzet mínusz C négyzet ciklikusa. Ami szintén egy súr. Ugye az A négyzet, B négyzet, C négyzet számokra az R egyenlő egyes súr. Hát ő nem azt csinálta, hogy vette tényleg a natúr egyes súrt, és megszorozta ABC-vel, hanem ő A négyzet, B négyzet, C négyzetre vette az egyes súrt. De hát ez jött ki. Az persze valójában más, de ugyanaz a funkciója, hogy végre megjelenjen valahogy az A négyzet, B négyzet, C négyzet. És végül a legravaszabb az első, ami hát nem tudom, én nálam két ravasz van, bár az egyik az igazán kézenfekvő, az a három tényezős szorzat, a másik az ravasz. Na ennek fejében az ő ravasz izéje, az pedig az a ciklikus összeg, hogy AB, A négyzet plusz B négyzet, A minusz B a négyzete. Ugye ez is nyilvánvalóan nagyobb egyenlő, mint nulla, mert minden egyes tagja, nem negatív. És ezt kifejtve pont ezt kapjuk. Most igazán nem beszéltünk össze még egy... Szóval abszolút semmit nem mondtam, és hát körülbelül ugyanazt csinálta a Géza is. De ez nehéz. És idő kell, de már nem is emlékszem, hogy mit írt, hogy azt mondta, hogy ő nem tudja könnyen megmérni, mert közben mindenféle más dolgokat csinált, de meg ezt elszámolta egy párszor ezt a dolgot. De ha jól emlékszem, azt írta, hogy azt mondaná, hogy körülbelül 4 óra munkája fekszik benne, hogy amíg kijött a megoldás. No, tehát még egyszer szeretném összefoglalni, hogy ezt a sok számolást miért csinálta. Azért, hogy lássátok, hogy nézzétek, ilyen nehéz feladat nem lesz az olimpián, azt megmondom, elsősorban az időigényessége miatt. Tehát ez tényleg de facto annyi papírmunka, meg annyi próbálkozás, hogy a negyedik, ötödik jön majd be. De hogy lássátok, hogy ennyire nehéz dolognál is, hogyha az embernek a megfelelő dolgokon jár az esze, hogy mifélét próbálok használni, és különös tekintettel súrokra, meg hát ad abszurdum murhedekre, akkor a még oly nehéz feladat is megoldható. Na most szeretnék egy kis lazítást, és mivel ezek olyan, hogy mondjam, konzervatív dolgoknak néznek ki, egy-két érdekességet említek. Különös tekintettel visszautalok a ugyancsak a Kós Géza tartott egy előadást a Kömal Ankéton egyenlőtlenségekről, és ott hát ő is panaszkodott arra, hogy milyen kevés az idő, de fölemlített egy nagyon érdekes egyenlőtlenséget. Nem tudom, hogy hányan voltak ott azon az előadáson, de még aki ott volt, annak is valószínűleg érdemes röviden újra találkoznia ezzel. Egy egész más, hogy mondjam, egy tök másmilyen egyenlőtlenség, mint amihez szokva vagyunk. És tényleg az a célom, hogy egy kicsit az állóvizet most felkavarjam. Ez az úgynevezett Kárlemán egyenlőtlenség, ami a következőképpen szól, hogy legyen nekem n darab pozitív valós szám. És csinálom a következő vicces dolgot, hogy A1 plusz négyzetgyök A1 A2 plusz köbgyök A1 A2 A3 stb. Világos. Veszem az első K darabot és annak a mértani közepét. És ezt mind összeadom. Tehát nyilván az utolsó az épp az n számnak tényleg a mértani közepe. És ezt szeretném valahogy összehasonlítani, na vajon mivel? Hát az A összegével.
Tehát A1 plusz satöbbi plusz AN, hogy esetleg ez kisebb vagy kisebb egyenlő, mint ennek mondjuk valami konstans szorosa. Csak hogy tájékozódjam, ki volt ott ezen a Kós Géza előadáson? Na, akik ott voltak, azok gondolom nem felejtették el, hogy mi a konstans. De hogyha valaki először találkozik vele, akkor meglepő. A konstans az é. Egyébként szigorú egyenlőtlenség, igaz? De nincs az énél jobb konstans. Hát akármilyen, annál kisebb számot veszek, akkor már elég sok n-re és alkalmasan választva az ákat. Na most, hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy az é a legjobb konstans? Hát első közelítésben sehogy, de a megfelelő kézenfekvő próbálkozás, hogy minden A helyébe behelyettesítünk egyet, akkor a bal oldal N, de a jobb oldalon az összeg szintén N. Tehát ahhoz nem kell E, ahhoz elég lenne egy. Tehát ez már azért is furcsa ez a dolog, mert a extrém esetet nem a csupa egyenlő adja, ami persze nem olyan meglepő, mert hiszen nem szimmetrikus a szerepük a változóknak. Az A1 az mindegyikbe labdába rúg, az AN csak egyedül a legutolsóba szerepel. És elmondok rá egy bizonyítást, ez nem emlékszem szó szerint, hogy a Géza mit mondott el bizonyításnak, de amit elmondok, az annak a lépései különben is nagyon jól használhatók. Az a helyzet, hogy emiatt, hogy más-más szerepet játszanak az ák, érdemes bevezetni valami súlyozó együtthatókat. És hát ez persze kalapból nyuszi, de a jó súlyozó együtthatók azok, hogy BK egyenlő K plusz 1 a K-adikon per K a K minusz 1-edike. Na most ez így egy kicsit furcsa és ormotlan hatványnak tűnik. Talán jobban látszik, hogy miről van szó, hogyha úgy írom, hogy ez K-szor 1 plusz 1 per K a K-adikon. És akkor már rögtön látjuk, hogy a H ennek köze lehet az éhez, mert hiszen tudjuk, hogy az é az ezeknek a límesze a 1 plusz 1 per K a K-adikonnak, a K-tart végtelenhez. Na most ez megint egy ilyen teleszkópos dolog, csak nem az összeg lesz belőle teleszkópos, mert ez nem különbségek, hanem hányadosok. Tehát a szorzatuk lesz teleszkópos, és tényleg, ha összeszorzom B1, B2, stb. BK-ig, az nem egyéb, mint K plusz 1 a K-adikon. Speciálisan, aki akarja, az összeszorozhatja N-ig is. És amit nagyon fontos észrevenni, hogy a BK-ra igaz az, hogy az kisebb, mint K-szoré. Ugye ez az, amit mindenképpen tudni kell, hogy az é az nem csak, hogy a límesze az 1 plusz 1 per n, az n-edik ennek, ha az n tart végtelenhez, de ez a sorozat monoton növekvő. Tehát 1 plusz 1 per n az n-edik n, az határozottan kisebb, mint 1 plusz n, 1 plusz 1 per n plusz 1 az n plusz 1-edik n. Tehát ez alulról szigorúan monoton növekvően tart az éhez, és hogyha egyel többször veszem a 1 plusz 1 per n-eket, az meg fölülről tart szigorúan csökkenően. Jó, de Ez középiskolai tananyag, hogy ez az egyenlőtlenségig. Ezért van az, ugye, ez még meg van szorozva K-val, de ez a dolog, ami itt van, ez határozottan kisebb, mint D. Úgyhogy ezért lesz majd a végén is kisebb. Na, és most akkor vegyük észre, hogy a tipikus tagja ennek az összegnek, a K-adik gyök, A1, stb. AK, az így is írható, hogy 1 per k plusz 1 szer k-adik gyök a1b1 szer a2b2 stb. Szer akbk. Mert mit csináltam? Beraktam b1, b2 stb. Bk-t, annak majd veszem a k-adik gyökét, de mint látható, annak a k-adik gyöke az pont k plusz 1. Tehát azzal leosztottam, és semmi nem változott. Pontosabban dehogy nem. Sokkal alkalmasabb formában van most már a dolog.
Mert most erre a dologra egész egyszerűen ráalkalmazom a számtani és mértani középközti egyenlőtlenséget, és kapom, hogy 1 per, hát k szor k plusz 1, ugye, mert van már egy 1 per k plusz 1, meg lesz egy 1 per k a nevezőbe, szor a1, b1, plusz satöbbi, plusz ak, bk. Stimmt? Erre emlékeztek, erre az 1 per k szor k plusz 1-re? Itt volt a táblán. Mondtam, hogy aki egy összegbe 1 per k szor k plusz 1-et lát, az rögtön arra gondoljon, hogy az 1 per k minusz 1 per k plusz 1. Tehát ez a dolog, ami itt van, az nem egyéb, mint 1 per k minusz 1 per k plusz 1 szer szumma AJBJ. De persze csak 1-től k-ig. És ez mit jelent? Hogy az egész összeg, ezeket most minden k-ra 1-től n-ig összeadom, és akkor azt kapom, hogy ez a szumma, gyök, amit meg akarok becsülni az összeggel, azt kapom, hogy ez kisebb, egyenlő, Isten neki, mint szumma egy, k megy 1-től n-ig, 1 per k minusz 1 per k plusz 1 szer szumma j megy 1-től k-ig a j b j. Mint tudjuk, valahányszor kettős összeget látunk, akkor azt nagyon tanácsos átrendezni a szummázás sorrendjét, és azt látjuk, hogy ez szumma j megy 1-től n-ig a j b j szorozva szumma k megy j-től n-ig 1 per k minusz 1 per k plusz 1. A teleszkópos összeg. Ami egész egyszerűen azt adja, hogy szumma 1 per j minusz 1 per n plusz 1, ugye, mert ez az, ami megmarad Restlinek a legutolsó ilyen különbségből, ször a j b j. J megy 1-től n. És az a leghatározottabban kisebb, mint szumma j megy 1-től n-ig a j szer b j per j, és mint látjuk, a b j per j az kisebb, mint d. Tehát ez határozottan kisebb, mint észer szumma áj. És ezt akartuk belátni. No, ez volt az, amit elmondott valószínűleg körülbelül ugyanígy a Géza néhány hete. De ez nem a vége ennek a történetnek. Először is ebbe a műfajba hadd mondjak valamit, amit megint házi feladatnak nevezek, de most nincsenek abban az értelemben házi feladatok, mint az elmúlt alkalmakkor voltak. Tehát senkinek semmit nem kell leírni, csak azért mondom, hogy legyen mind gondolkozni a következő hetekben, hónapokban. Ugyanerre a témára egy változat. Tegyük fel, hogy nézzük ezt az összeget, és elosztjuk ennel. Nem írom le újra. Veszem S per E. Persze tudom, hogy az szemétség, mert nektek le kell írni újra. De... Tehát az ilyen kezdő mértani közepek, számtani közepe. Hát mi más nézhetünk? Hát vehetjük a kezdő számtani közepeknek a mértani közepét. Tehát vehetjük azt, hogy A1 szer A1 plusz A2 per 2 szer stb. És az utolsó az, hogy A1 plusz stb. Plusz AN per N. És ezeknek vesszük a mértani közepét, n-edik gyökét. Hát van a kezdő mértani közepek számtani közepe, és a kezdő számtani közepek mértani közepe, ami
nagyon hasonlít az ipafai babra, de milyen kapcsolat van köztük? Van-e egyáltalán köztük valami? Ez a házi feladat. Ez kisebb egyenlő, mint az. No. Most ez többszörösen nem a vége az ilyen aszimmetrikus egyenlőtlenségeknek. Van egy nagyon érdekes aszimmetrikus egyenlőtlenség, amit célirányosan úgy lehet kimondani, hogyha végtelen sorokra mondja az ember. Ugye van ez a Kósi Bunyakovszki és variációi, nem kisebb ember, mint Hilbert. Nézte a következő egyenlőtlenséget. El lehet mondani a véges verzióját is, és akkor középiskolai fogalomkörbe vagyunk, csak nem olyan világos, hogy hol kéne abba hagyni. Úgyhogy inkább így mondom, hogy szumma n megy 1-től végtelenig. Szumma k megy 1-től végtelenig. Van két végtelen sorozatom. AN és BK. Mind a kettőnek valós számok az elemei. A1, A2, stb. És B1, B2, stb. És csinálom, hát hogyha azt csinálnám, hogy AN-szer BK, akkor olyasféle lenne, mint a valahol a Kósi Bunyakovszki környékén járnék. De nem ezt csinálom, hanem elosztom N plusz K-val az AN-szer BK-t. És szeretném ezt összehasonlítani az egyes végtelen vektorok abszolút értékeivel, tehát a szumma n megy 1-től végtelenig an négyzetnek a négyzetgyöke, szorozva a szumma k megy 1-től végtelenig bk négyzetnek a négyzetgyöke. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy itt nyugodtan lehetne ugyanazt az n-et írni, mint itt. Én csak kényelemből csinálom, hogy jobb, feltűnőbb legyen, hogy hol, miről van szó. De a futóindexek azok akármik lehetnek. Na, ugye ez a dolog, ami itt van, tehát ennek a végtelen négyzet összegnek a négyzetgyöke, hát ez persze, hogy nézzük, föltételezi, hogy egy véges összegről van szó, de hát ez... Ha valaki nem tudja, mit gondoltok, hogy hívják az olyan tereket, ahol a ilyen végtelen vektorok vannak, hát azokat Hilbert tereknek hívják. Minden véletlenül a Hilbertet ez érdekelte, ez egész pontosan L2 térnek hívjuk az olyan végtelen, mondjuk valós sorozatok terét, amire ez a sor konvergens. Hogyha az A meg a B is ebből a térből való, akkor először is a legelső észrevétel, hogy akkor ez is konvergens, ez a kétszeresen végtelen összeg. És Hilbert arra volt kíváncsi, hogy van-e olyan C, hogy ez kisebb, mint ennek a dolognak a C-szerese. Egyáltalán nem világos, hogy van ilyen, és egy külön kérdés, hogy mi a legjobb ilyen C. Na most, ez jószerűvel csak idő kérdése lenne, hogy ezt elmondjam, kivéve, hogy egy pici kis integrálás van a dologban. És azért nem bánom annyira, hogyha nem jut rá idő, mert hát ugye tanultatok ti valamennyi integrálást iskolába? Hát mit tudom én, ezt az integrált, ti tudjátok-e számítani? Ahol alfa egy pozitív valószám. Nem hiszem. Szóval ez már kicsit nehéz. Mindenki nézze meg a Maple-be, vagy a matematikába, vagy valahol. Na, ez az egyetlen egy kell. Valójában egy összeg becsléséhez kell. Tehát nem olyan nagyon lényeges az, hogy ezt meg tudom mondani, hogy mennyi, és ez kellene. De térjük vissza oda, hogy nincs integrál, jó? Hogy középiskolai, vagy majdnem középiskolai tananyag. Mondom, ennek el lehetne mondani egy véges verzióját, de hát ez az igazi. És Hilbert egy idő után rájött, hogy igen, C egyenlő 2 pi az jó. Ezt csinálta Hilbert. Elég nehéz módszereket használt hozzá.
Később Súr, ugyanaz a Súr, akiről a egyenlőtlenség van elnevezve, az megcsinálta, hogy C egyenlő pi is jó. És mi most már tudjuk, hogy az a legjobb. Ez megint úgy van, hogy ugyan pi-vel szigorú egyenlőtlenség igaz, de semmilyen pi-nél kisebb konstanssal nem igaz mindig az egyenlőtlenség. No, mondom, itt nagyon érdekes dolgok vannak menet közben, de hadd írjak föl egy valamit, ami most már véges, és ezt szintén arra szánom, hogy aki majd szabad idejébe gondolkozni akar, mondjuk a téli szünetbe, az gondolkozhat. A bizonyítás közbe, egyébként nem is annyira a bizonyítás közbe, mint amikor azt akarja bizonyítani az ember, hogy a pi a legjobb konstans. Akkor bejön ennek a kettős összegnek egy véges változata. Tehát szumma, J és K egymástól függetlenül fut egytől N-ig. AJ-szer AK per J plusz K. Ahol az A tetszőleges valós száma. A1 és így tovább, AN, nem kell nekik pozitívnak lenni, akármik lehet. És állítás, hogy ez nagyobb egyenlő, mint nulla. Ez egészen megdöbbentő, és érdekes módon ennek nincs, ez nem annyira ismert ez a dolog. Gondoljátok meg, ugye, hát hogyha N egyenlő 1, akkor persze azt mondja a dolog, hogy A1 a négyzetem per 2 az nagyobb egyenlő, mint nulla, ez nem olyan nagyon érdekes. De már N egyenlő 2-re, hát ne A1-nek meg A2-nek hívjuk, hanem A-nak meg B-nek, és ha megnézitek, azt mondja a dolog, hogy 6 A négyzet plusz 8 AB plusz 3 B négyzet az nagyobb egyenlő, mint nulla. Ami ugyan nem olyan nehéz, de nem a szokványos típusú. És ami még megdöbbentőbb, hogy ez nagy mértékben általánosítható. Tehát tegyük fel, hogy vannak lambda 1, és itt tovább lambda n, tetszőleges pozitív valós számok. És ezeket fogjuk használni a J és a K helyett. Tehát a következőt állítom, hogy szumma AJ-szer AK per lambda J plusz lambda K, ahol J és K futnak egytől n-ig, mindegyik, hogy ez is nagyobb egyenlő, mint nulla. És aztán már végképp megdöbbentő. Mondom, az áknak nem kell pozitívnak lenni. No, tehát ez egy véges, persze más dologról van szó, mert itt erre az összegre egy felső becslés van, ott meg én egy alsó becslést adok rá, de hogy ebbe a témakörbe bizony vannak érdekességek. És szeretnék még egyet elmondani ebbe a témakörbe. Ezeknek nem olyan könnyű a bizonyítása, úgyhogy már csak azért sincs rá idő, meg különben is azt hiszem, mennyi időnk van még? Van egy megint másik egyenlőtlenség, és szintén egy szokatlan. Úgy látszik ebbe, a svédek valahogy erősek egyenlőtlenségbe. Ugye az az ember nem téved, és az Kárleman, tényleg úgy hívják. Most itt van egy másik ember, akit úgy hívnak, hogy Párzon. És ez a következőt nézte. Ő is véges verzióba mondom. Cumba K megy egytől ennig, AK a négyzete. És azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a másik, amit veszek, a szumma K megy 1-től N-ig, K négyzetszer AK a négyzeten lenne. Hogy ez nagyobb egyenlő, mind az összegnek valamije. Tehát szumma K megy 1-től N-ig AK. Meg a kényelem kedvéért tegyük föl, hogy ezek mind pozitívak, bár nyilván nem lényeges, mert ahol fontos, hogy pozitív vagy negatív, ott úgyis a négyzetét veszünk. Na, mit gondoltok, mit kéne először is csinálni ezzel, hogy valami reális összehasonlítás legyen?
Hát fokszám meggondolások mutatják, hogy nyilván ennek a negyedik hatványát kellene nézni, és hogy vajon van-e olyan C, amire ez fönnáll. Na most tegyük fel, hogy van ilyen C. Persze akkor nyilván az az izgalmas kérdés, hogy mi a legkisebb ilyen C. Tudnátok-e valami alsó becslést mondani, hogy legalább mennyinek kell lenni a C-nek? Most ránézésre. Valamit be kéne helyettesíteni, és meg kéne nézni a két oldalt. Mi egy kézenfekvő választás? Hogy? Hát én biztos, hogy azzal kezdeném, sőt azzal is kezdtem, hogy mindent egynek veszünk. Ugye akkor a bal oldal N, N a negyedike. Jobb oldal, ugye ez még mindig N, ez mi? Hát ez meg szumma K négyzet, K megy 1-től N-ig, azt tudjuk, hogy N-szer N plusz 1-szer 2N plusz 1 per 6. Ugye az durván szólva 2N köb per 6, vagyis N köb per 3. Tehát a jobb oldal olyan durván N a negyedik N per 3. Tehát ez azt mutatja, hogy a C az biztos legalább 3 kell, hogy legyen. Már persze ettől egyáltalán nem biztos, hogy van ilyen C. Na most van ilyen C. Ezekben az az óriási, szóval egy idő után az ember már várja, de eleinte tényleg mellbevágásként jön. Pi négyzet. Ez igaz, és ez a legjobb konstans. Na, ezt csinálta a Carlson. Levezetésként. Ezt már többször, ugye én nekem a bevallott célom, hogy egyenlőtlenség megoldásokba minél nagyobb rutint szerezzetek, de az embernek úgy kedve van időnként azért a számolásokból kiszállni, és ilyen elméleti megfontolásokat végezni. És megmondom nektek, hogy az igazság az, hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben minden egyenlőtlenség arra megy vissza, hogy A négyzet nagyobb, mint nulla. És ennek van igazi magyarázata is, vagy szóval van olyan matematikai tétel, ami körülbelül ezt mondja ki. Ezt tudják, hogy Hilbert 17. problémája. Hilbert azt kérdezte, hogyha egy valós együtthatós, n-változós polinom, n-változós, tehát nem egy, n-változós polinom. Mindenütt nem negatív értékeket vesz föl, vajon igaz-e, hogy akkor ez a polinom előáll, mint négyzetösszeg? Ugye, ami négyzetösszeg, az persze mindenütt nem negatív értékeket vesz föl. Na most, ha úgy kérdezzük, hogy előáll-e, mint polinomok, persze n-változós polinomok négyzetösszege, arra a válasz az, hogy nem igaz, és ezt tudta Hilbert egyébként. Nem könnyű ellenpéldát csinálni. Próbáljátok meg. De legalább két változósnak kell lennie. Egy változósra igaz. Viszont igaz, hogy minden n változós, valós együtthatós polinom, ami mindenütt nagyobb egyenlő, mint nulla, az racionális törtfüggvényeknek. Tehát két polinom hányadosa, ilyeneknek a négyzet összege. Ami jószerivel azt jelenti, hogy minden egyenlőtlenség, ami igaz, az azért igaz, mert négyzet összeg az nagyobb, mint nulla. Vállalva a kockázatát, hogy lemarad ez a képlet, fölírok két képletet, jó? Az egyik a Cauchy. Szumma AI négyzet, I megy 1-től N-ig, szer szumma BI négyzet, I megy 1-től N-ig, az egyenlő szumma I megy 1-től N-ig, AI BI a négyzeten, aha, ezt már ismerjük, plusz szumma egy kisebb egyenlő i kisebb j kisebb egyenlő n ai bj mínusz ai bj a négyzeten.
Ez nem egyenlőtlenség, ez egy egyenlőség. Ennél tisztább bizonyítást a Kósi bunyakoxidra nehéz lenne elképzelni. Ugye ezek szerint ez, ha még hozzáadok egy nem negatívot, akkor kapom ezt. Tehát ez mindig kisebb egyenlő, mint ez, és egyenlőség csak akkor áll fönn, ha itt mindegyik nulla, tehát az A-ik és a B-ik azok arányosak. Ez a Cauchy-Bunyakovsky mélyén ott rejtőzik egy azonosság, ezt egyébként Lagrange vette észre ezt az azonosságot. Vegyétek észre, ez önmagában is érdekes, mint a Cauchy-Bunyakovsky egy bizonyítása, de ha veszitek azt a speciális esetét, hogy N egyenlő 2, akkor azt mondja, hogy A1 négyzet plusz A2 négyzet szorozva B1 négyzet plusz B2 négyzet az egyenlő A1 B1 plusz A2 B2 a négyzeten plusz A1 B2 mínusz A2 B1 a négyzeten. Ami egy másik kedves ismerősünk, csak nem gondoltunk volna rögtön most rá. Ez azt mondja például, lehet úgy olvasni, hogyha két pozitív egész szám előáll két négyzet összegeként, akkor a szorzatuk is előáll. Ezért elég azt belátni, hogy a 4K plusz egy alakú prím számok előállnak négyzet összegeként, és akkor minden olyan szám is, aminek csak 4K plusz egy alakú prím osztói vannak, sőt, hát még megengedhetünk páros kitevővel 4K mínusz egy alakúakat is. És vegyétek észre, hogy ez, ami itt fönt van, az ugyanezt mondja, de ha ezt úgy jobban szemügyre vesszük, akkor nyilván itten ide vehetünk mínuszt és ide pluszt, és az is igaz lesz. És ez egy, hogy mondjam, újabb tények forrása, mert ugye az 5, 4K plusz 1 alakú prim, az csak így áll elő négyzet összegként, a 13 az csak így áll elő négyzet összegként. Ezt azt hiszem mondtam is az első alkalommal, hogy minden 4K plusz 1 alakú csudák csodájára csak egyféleképpen áll elő két négyzet összegeként, de viszont a szorzatuk, a 65, az úgy is előáll, hogy 64 plusz 1, meg úgy is előáll, hogy 49 plusz 16, és azt pont akkor kapjuk, hogyha ezt a két előállítást egyszer ezzel a plusz-minusz műsorral, egyszer meg a mínusz-plusz műsorral párosítjuk. Jó, és még azt mondtam, hogy kettőt mondok, ezek szerint szigorúan csak a jelenlévőknek. A második az így néz ki. A per B plusz C plusz B per C plusz A plusz C per A plusz B. Hát, ismerős, mi? Hogy ez egyenlő, 3 ketted plusz 1 ketted szer szumma ciklikusan A minusz B a négyzeten per A plusz C szer B plusz C. Ami megint egy úri bizonyítása a Nesbit egyenlőtlenségnek, mert ezek szerint ez az összeg az 3 kettet plusz valami, ami nyilvánvalóan pozitív. No, hát ennyit az idei évre a részemről, remélem jól szórakoztatok, majd csak találkozunk valamikor.